Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy megszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Ezzel az igével köszöntelek benneteket a Galata levél elejéről, az első fejezet 3. és 4. verseiből. Ma a barangolásaim közben egy olyan fához érkeztem, amelyik meg van kötözve. Láthatjátok ennek a láncnak a helyét jól ebben a fában. Megkötözték, még egy lakat is van rajta, ezen a drótkötélen, ezen a láncon. Egy lekötözött fa az erdőben. Egyébként egy vadászok által készített kis valami ez, hogy az állatok számára elkészített csalit fel tudják erősíteni a fára. Mi történt ezzel a fával? Nézzétek csak meg! Ezáltal a megkötözés által az a kötelék, amiben, ami rajta van, az azt okozta, hogy ez a fa teljesen kipusztult. Itt van az erdő fái között, mint egy élettelen test. Emiatt a kötelék miatt elállt benne az élet, lefolytotta az életnek az áramlását benne ez a lánc. És pontosan ez a helyzet akkor, amikor valamilyen bűn téged megkötöz, amikor a sátánnak sikerül valamit rajtad megfognia, és nem engedi ezt a prédát benned el, a gonosz, akkor így jársz, mint ez a fa. Ez a kötelék egy idő után elkezdi kiszívni az életnedveket, és végez veled. És az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy felszabadítson téged a jelen való gonosz világból. Nagyon keveseknek kell ez a szabadítás, de akik megkapják, azok annak az örömében járhatnak, nem azzal az élettel, ami embertől származik, hanem azzal az élettel, ami Istentől származik. Próbálok még közel jönni ehhez a lánchoz, hogy láthassátok, emlékezhessetek rá jól ez a kötelékhez, és eszünkbe juthat a Szentírásból egy történet, amikor Nabukodonozor király álmában olyan, mint egy fa, amelyet kivágnak, és megkötöznek vas béklyókkal, bilincsekkel, és leláncolnak. Hasonló ez a fa is ahhoz, csak ez nincs kivágva. És tudjátok, egy bizonyos idő után Nabukodonozor király megszabadult ettől a köteléktől, elment egyébként az értelme, úgy viselkedett, mint egy állat, és kikötötték, mint egy állatot, és állatmódjára élt és legelészett, és Isten visszaadta neki az értelmét, és visszaadta az ő országát, és visszaadta az ő dicsőségét, és Nabukodonozor életében ez egy dologgal kezdődött, hogy felnézett az égre. Arra bátorítalak ma téged, megkötözött ember, hogy nézz fel az égre, kiálts a szabadítás Istenéhez, Jézus Krisztus nevében, és te egy szabadítást fogsz átélni, ami 2000 év óta garantált a Szent Szellem által. Amen.